A felvételi ponthatárok kihirdetését követően Egerben is minden évben megnő a kereslet az albérletek iránt. Jelenleg a kínálat miatt nem kell aggódniuk a fiataloknak, viszont az árakkal kapcsolatban annál inkább. A tavalyihoz képest 30-35%-kal magasabb áron kínálják ingatlanjaikat a tulajdonosok. Baranyai József ingatlaniroda vezető azt javasolja, a diákok a turista szezon után keressenek albérletet, ugyanis akkor vélhetően kedvező áron találhatnak. Ilyenkor elkezdik keresgetni a lakásokat, de még nem igazán jelennek meg a piacon a diákoknak szánt lakások. Amik jelenleg vannak a piacon jellemzően, azok elég magas áruak, és ezek diákok nem is nagyon tudják ezeket kivenni. A diákok számára elérhető ez a 70-80 ezer forintos két-háromszobás lakások, ezek jellemzően nincsenek jelenleg a piacon. Elmondta, habár a város külső részein, a Lajosvárosban és az északi lakótelepen mérsékeltebbek az árak, a legtöbben még mindig a belváros közelében keresgélnek. Azt javasolja, hogy a hirdetési oldalakat folyamatosan figyeljék, és ha kedvező árú lakást találnak, akkor érdemes azonnal intézkedni, hiszen biztosan nagy lesz rá a kereslet.